kék háttér előtt látszottak igazán a díszhalak formái és mintái. A prelátusban szombaton ismét nagy volt az érdeklődés a guppik iránt. Az Európa-bajnokságra most 18 országból küldtek halpárokat a tenyésztők. Összesen 137 guppi duó került a szigorú zsűri elé. Ebben 13 kategória van, különböző szín és forma változatok, tehát általában a falok formától függ, hogy melyik halat hova sorolják be. És egy úgynevezett standardnak kell megfelelnie, amik elég szigorúak, tehát itt ilyen pontlevonásokkal, tehát indul a pontozás 100-ról, és a 100-ból mindig tizedeket vonnak le. Ezért lehet is látni, hogy az igazán jó minőségű halak azok olyan 90 fölötti pontszámmal rendelkeznek, a nyertesek nyilván, azok is a legtöbb, ami a 80 fölötti pontszámot éri el, még azok is hát jól néznek ki. Ahhoz, hogy valaki halpárjával nyerni tudjon, több éves tenyésztői rutin és még több munka szükséges. Ha végignézzük a tenyésztőket, akkor általában egy tenyésztő egy vagy két szín vagy forma változattal tud foglalkozni, és ez le is köti a teljes akvárium kapacitását. Ha belegondolunk, egy új forma vagy színváltozatnak a kidolgozása az általában több évet vesz igénybe. Tehát igen sok munka van mögötte, hogyha valaki egy olyan speciális fajtát szeretne létrehozni, aminek mondjuk fehér a törzse és kék a farka, és ez egy nagyon szép bevált törzs, de ez 3-4 év, mire ezt a színt bele kell vinni, utána el kell kezdeni szelektálni, amit szigorúan ki kell venni azt, ami nem odavaló, ki kell venni, ami nem. És ezek a halak viszont nem szülnek annyit. Vannak olyan törzsek, amiknél az ivadék szám korlátozott, tehát sokkal kevesebb, 15-20 darab, ha egyáltalán szül, vagy ellik, hát ugye, ahogy azt szakmailag mondják, ott azért van vele munka. A guppi haltenyésztők Európa-bajnokságának második alkalommal adott otthont a prelátus. Az Akvaristák Magyarországi Egyesületének elnöke szerint ez nem véletlen, a paksi helyszín remekül vizsgázott. Fantasztikus a helyszín, egyrészt itt látható Dunakanyar, meg a helyi adottságok fantasztikusan megemelik ennek a presztízsét, ennek a prelátusnak a presztízsét. Nagyon szívesen jönnek a kiállítók is, és nagyon szívesen jönnek a látogatók is megnézni ezt a helyszínt. Fantasztikusan jó. A bajnokságban hagyomány, hogy a bírák zárt ajtók mögött vitatják meg a végeredményt, a legszebb halakat viszont ezt követően a közönség szabadon megtekinthette szombaton egészen 15 óráig.